köszöntünk mindenkit. A mai sajtótájékoztatónk témáját megkaptátok. Ketten tartjuk. Ugyani János a DK színeibe, a testületben lévő önkormányzati képviselő, és jó magam, mint a együtt önkormányzati képviselője. De azt gondolom, hogy akár nyugodtan mondhatom, hogy a nyíregyházi ellenzéki képviselők nevébe szólalunk meg most először ebben az ügyben. Nos, úgy tűnik, hogy a városvezetés megspórolta a munkánkat. Ezért mondom mindezt, mert bizonyára emlékeznek rá, hogy legutóbb Kovács Ferenc úgy nyilatkozott az ellenzéki képviselőkről, hogy nem azért kapjuk a fizetésünket, hogy rossz hírét keltsük a városvezetésnek. Nos, azért mondom, hogy megspórolták a munkánkat, a szerintük való munkánkat, mert nem kell rossz hírét kelteni a városvezetésnek. Ennek az úgynevezett nyírvévé ügynek az elmúlt 2-3 hónapos kezelése, amióta ebbe a feljelentés történt és folytak a nyomozati cselekmények, ez meglehetősen rossz hírét keltette a városvezetésnek. Hiszen tény, hogy több mint 2 évvel ezelőtt megtörtént egy feljelentés. Tény, hogy annak ellenére, hogy itt feljelentés történt és nyomozati cselekmények történtek, meghagyta nem csak az állásában, hanem a vezetői jogaiban is a cég ügyvezetőjét, a várospolgármestere. Az a dr. Kovács Ferenc, aki egyébként egy 2012-es önkormányzati rendelet kapcsán egy személyben gyakorolja a cégek felett, így a nyírvévé felett is a tulajdonos jogokat, tehát minden jogosítványa meg lett volna, hogy lépjen. Ez alatt az idő alatt nagyon sok minden történhetett, nyilván erről majd a nyomozóhatóságok beszámolnak, hogy miért volt ez helytelen lépés, de értelemszerűen nem hiszem, hogy bármely akár magyar, akár külföldi cégnél, akár normális önkormányzatnál és felelős önkormányzatnál ilyen terhek alatt a helyén maradhatott volna, vagy vezető jogait gyakorolhatta volna bármely vezető. Tehát ez egyértelműen polgármester úr dr. Kovács Ferencnek a felelőssége. Ennek a dolognak a részleteiről, a továbbiakról, hiszen az ismeretes, azt én nem ismételném már, hogy tegnap bejelentette ugye a járási ügyészségnek a szóvivő helyettese, hogy folyóhó 12-én a Nyíregyházi Járásbíróságnak különösen nagy vagyoni hájtántakozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények, ezt még nem tudjuk, hogy micsoda, gyanújával a cég ügyvezetője Bocskai Péter, illetve a két most általam meg nem nevezett személy, de hát a nyomozati cselekmények kapcsán mindannyian tudják önök is, hogy kik voltak, ezek utána tudnak nézni. Tehát ellenük benyújtották a vádiratot a Nyíregyházi Bírósághoz. Nyilván, mivel a hűtlen kezelés ügyében egyértelműen a nyírvévé, mint nyíregyházi cég a sértett, erről nem csak a gyanúsítottakat, hanem a város polgármesterét is a tulajdonosi gyakorlat kellett volna értesíteni, és a mai napig ebben nem történtek lépések. Ezért felszólítjuk polgármester urat, hogy történjenek lépések. Ennek a részleteiről és egyéb dolgokról Hunyadi János fog beszélni, a végén pedig én fogok tenni egy konkrét bejelentést a kérdés kapcsán. Köszöntök mindenkit! Igen, eljött lassan az igazság pillanata. Több mint 2 éve várjuk ezt a pillanatot. Azért várjuk és joggal vártuk, mert úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben a feljelentés követő napokban már a polgármester úr elrendelhetett volna egy belső vizsgálatot, hiszen megfelelő apparátus rendelkezésre áll nem csak a nyírvévénél a belső ellenőrzési részlegosztály, hanem az önkormányzat is egy nagyon komoly apparátussal, belső ellenőrzési apparátussal rendelkezik, akiknek egyébként hivatalból is kötelességük az ilyen ügyeket kivizsgálni. A polgármester úr ezt nem tette meg, a törvényre, a hatóságokra bízta ennek az ügynek a rendezését. Igen ám, csak bekövetkezett az a helyzet. Én gondolom abban reménykedett, hogy itt el lehet ezt az ügyet kenni. Bekövetkezett az a helyzet, hogy az igazságszolgáltatás, ha egy kicsit lassan is, de gondolom alapos nyomozás után a tegnapi nap bejelentette, hogy vádat emeltek a nyírvévé két vezetője és az ügyben érintett vállalkozó ellen. Igen ám, csak eltelt 2 év. Ez alatt a 2 év alatt ezek az emberek továbbra is kezelték a város pénzét, irányították a nyírvévét, írtak alá milliós számlákat, élvezték azokat az előnyöket, amik a vezetői beosztással járnak, milliós prémiumokat vettek fel ebben az időszakban. Milliós prémiumokat vett fel az ügyvezető még akkor is, arra az évre is, amikor már a rendőrség őt gyanúsítottként kezelte. Úgy gondoljuk, hogy ez erkölcsileg megengedhetetlen, megbocsáthatatlan, és ebben nem az elkövetők a felelősek, hanem azok az emberek, akik ezt a helyzetet hagyták idáig fajulni. Úgy gondoljuk, hogy dr. Kovács Ferenc polgármesternek nagyon gyorsan le kell ebből az ügyből vonni a konzekvenciákat, és én még azt is megmerném kockáztatni, hogy mivel ő az utolsó percig kiállta az ügyvezető mellett,
ha csak emlékeztetnék az idei január 29-i közgyűlésre, ahol Lövei Csaba képviselő társam kérdést tett fel a polgármester úrnak arra vonatkozóan, hogy továbbra is élvezi a bizalmát a Bocskai Péter. A polgármester úr azt nyilatkozta, hogy igen, élvezi a bizalmát, és az, hogy meghosszabbították a nyomozást, a számára nem jelent más, csak egy technikai kérdést. Hát most látjuk, hogy ez mit jelentett. Hogy mennyi pénzről van szó, azt igazából nem tudjuk, mert nem láttuk még a nyomozati anyagokat, de az előzetes információk szerint ez az összeg megközelíti a 100 millió forintot. Felháborító abban az is, hogy az a vállalkozó, aki fiktív számla kibocsátással hozzájárult ennek a pénznek a kisibolásához, az a gyanúsítotti időszakban több közel 300 millió forintos pályázati munkát nyert el a várostól. Itt megint csak egy morális kérdés is felvetődik. Akkor, amikor kisembereknek akár egy rossz szót nem bocsájtanak meg egy munkahelyen, a vezetők úgy látszik, hogy sok mindent megtehetnek, és messze van a határ, ha megállnak. Mi úgy gondoljuk, hogy rövid időn belül, még a mai napon polgármester úrnak nyilatkozni kell, és ezeket a személyi kérdéseket rövid időn le kell zárni. Véleményem szerint kevés az, hogy felfüggeszti a vezetőket az állásából, itt már sokkal többről van szó, hiszen azért egy közel 2,5 évig tartó nyomozás végeredményét azt gondolom, hogy már nem lehet olyan könnyedén kétségbe vonni. Szeretném azt is elmondani ebben az ügyben, hogy Bocskai Péter az ügyvezetése alatt sok-sok embernek az életét keserítette meg, sok-sok embert alázott meg ennél a cégnél, hozott nagyon kellemetlen helyzetbe, több mint 50 ember vesztette el a működése alatt az állását. Igaz, hogy azt mondják, hogy ők maguktól mentek el, hiszen közös megegyezéssel történt ez a dolog, de azt gondolom, hogy nem kell önöknek elmondani, hogy a munkáltató által kikényszerített közös megegyezésnek mi a valóságos háttere. Én úgy gondolom, hogy ezekre az emberekre is gondolnunk kell akkor, amikor ezt az ügyet tárgyaljuk, ez az ügy felszínre kerül, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, akiknek megnyomorították az életét, kidobták őket, és a mai nagyon is válságos helyzetben munkanélkülévé tették. Tehát én kicsit kiterjeszteném a Bocskai úr felelősségét, nem csak erre az anyagi következményekkel járó sikasztásra, hanem arra mérhetetlen sok megalázó tevékenységre, amit az itteni emberekkel szemben végzett. Köszönöm szépen! Akkor lezárásképpen néhány mondatot célzott rá képviselőtársam, hogy polgármester úr hogy kezelte ezt a kérdést. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy egyértelműen az ő felelőssége, ezt ő magára is vette az elmúlt 2 évben. Szó szerint idézném a 29. közgyűlésre. A kérdés ugye az volt, hogy töretlen-e még a bizalom. A polgármester azt válaszolta, természetesen nem változott a véleményem, semmilyen új dolog nem került elő, folyik a nyomozati eljárás, időszakonként állást kell foglalni, megkészülhet, érdemi döntés nem született, itt jön a lényeg. Ha lesz majd érdemi döntés, akkor kerülhet ez a kérdés igazán szóba. Most van érdemi döntés, csatlakozva a képviselőtársamhoz, a mai napon itt döntéseket kell hozni a polgármesternek, ő maga mondta, hogy ha van fejlemény, akkor lesz érdemi döntés, várjuk ezt a döntést. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy mivel itt egyértelműen úgy érezzük, hogy megáll a városvezetés felelőssége, hiszen ezeknek a dolgoknak ellenére itt tartották a cégvezetés, sőt, szerződéskötések történtek az érintett vállalkozóval is menet közben. Ezért azt gondoljuk, hogy konkrét javaslatot fogunk tenni, mi ketten és a többi annak idején velünk ellenzéki képviselőként bejutott szocialista és független képviselővel együtt, amely a következőre vonatkozik. Ugye a közgyűlésen 10 nappal előtte kell előterjesztést tenni, erre már nincs időnk, de az SMS szerint lehetőség van rendkívül indokolt esetben 1 nappal a közgyűlés előtt úgynevezett szóbeli előterjesztést tenni. Tehát előterjesztést fogunk tenni, mely arra vonatkozik, hogy a Nyíregyháza megyei város önkormányzat közgyűlésének a megyei jogú város önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyonfeletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012-12.14. rendeletét módosítsuk. Ez a rendelet, ennek a negyedik pontja ma úgy hangzik. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a közgyűlés hatáskörét a polgármester ruházza át a gazdálkodó szervezetek alapítás, illetve megszüntetése kivételével. Nos, úgy látjuk, hogy az ügykezelése miatt erre a bizalomra, amelyiként szerintünk túlzó volt eddig is a Fidesz részéről és semmi nem indokolta, erre a bizalomra nem méltó polgármester, tehát javasolni fogjuk, hogy a közgyűlés vegye vissza, mint régebben volt, saját hatáskörbe az ilyen döntéseket, hogy bármi, reméljük nem lesz ilyen, de bármikor ilyen eset előfordul, akkor ne a polgármester,
hanem csak is a közgyűlés jóváhagyásával, illetve utasítására gyakorolhasson ilyen jogokat a polgármester. Köszönjük szépen, ha kérdésük, kérdésetek van, akkor szívesen válaszolunk, illetve nyilvánvalóan a közgyűlésig még lesznek olyan fejlemények, hogy fogunk ebben a dologban találkozni. Köszönjük szépen akkor! Köszönöm.